A rendőrség közreműködésével lépne fel a levegő munkacsoport az illegális hulladékégetések ellen. A civilek szerint erre azért lenne szükség, mert vidéken gyakori, hogy a lakosság háztartási hulladékkal, PET-palackokkal vagy festett ajtó vagy ablakkerettel fűt, bár szankcionálják a tiltott szemétégetést. A bizonyítás nagyon nehézkes. Vendégünk Lenkei Péter, a levegő munkacsoport természetvédelmi mérnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánunk! Miért olyan nehéz ez bizonyítani? Hát azért lehet azt látni, hogy mi ég ott, és hogy füstöl nagyon kemény. Hát azért nem látni be egy lakásba. Tehát azt látjuk, hogy valamilyen rendellenes színű füst jön ki a kéményen, de akár ez attól is lehet, hogy mondjuk vizes fával fűt valaki, vagy tökéletlen a fatüzelés, vagy széntüzelés van. Tehát nehéz azért felismerni szín alapján. Mondjuk a PET palack égésének van egy is jellegzetes szaga. Hát az fekete kormot bocsát ki nagy mennyiségben. Tehát azért látni lehet, de azért nem egyértelmű. Viszont a tettenérés esetén, hogyha én bemegyek és megnézem, akkor az egyértelmű, mert látszik, hogy ott fortyog a műanyag a kályhában, vagy mondjuk bútorlap ég a kályhában, amit tilos égetni. Jó, de nem mehetek be? Tehát, hogy egy másik idegen lakásba, igen. Így hogyan van, tehát, hogy a hatóságok nehezen jutnak be. Igazából a bizonyítás az úgy is lehetséges, hogy egy szakértőt kirendelnek, és akkor a kéményből vesz például egy mintát, az alapján be lehet bizonyítani, hogy ott illegálisan hulladékot égettek, mert olyan vegyületek keletkeznek, ami fa vagy széntüzeléskor nem, de ez több százezer forintjába kerül a hatóságnak, amit ugye nyilván ő megelőlegez, és hogyha bebizonyította, akkor utána rá lehet terhelni arra, aki égette a szemetet, de ha mégsem, akkor viszont ott marad a hatóság nyakában a több százezer forint. Igen, de egyébként ez elsősorban pénzkérdés, vagy tudatlanság a lakosság részéről? Mi végeztünk tavasszal egy felmérést az interneten, és 415 válaszadó szerint főleg a tudatlanság okozza ezeket az illegális szemétégetéseket, vagy hogy azzal fűt valaki, és nem a szegénység. Tehát a kétharmada azt mondta a válaszadóknak, hogy... Tehát egyszerűen... Kényelmesebb belökni oda a kályhába, elég, nem kell foglalkozni van, a szeméttel. Majd spórolunk ott is egy kicsit vele. Tehát igazából nagyon sok olyan panasz érkezik hozzánk, hogy gazdag vállalkozók mondjuk építési, bontási hulladékkal fűt a kandallójában, tehát ilyen jellegű panaszok is érkeztek. És hát azért lenne fontos az, hogy mondjuk egy rendőr be tudjon menni, mert ez legalább annyira sok egészségkárosítást vagy halálesetet okozhat, mint mondjuk a gyilkosságok Magyarországon, tehát nehogy azt higgyük, hogy ez nem kevésbé. Úgy érti, hogy a légszennyezés. A légszennyezés, így van, különösen az illegális hulladékégetés légszennyezése, ami tele van rákkeltő anyagokkal. Tehát lehet, hogy nem azonnali halál, mint amikor a fejedhez nyomok egy pisztolyt, és akkor puff, lelövöm, hanem lehet, hogy egy hónap múlva, vagy egy év múlva, vagy 10 év múlva fog az illető belehalni, de a veszélyessége az nem kisebb. Hát és ugye egy olyan helyzetben beszélünk erről, amikor smogriadó van akár Pesten is. Viszont én nagyon sok helyen látom, hogy ide-oda közlekedve Budapesten, Pest megyében, hogy még nem, nyilván nem látok be a háztartásokba, de az avarégetés az gyakorlatilag egy általános történet. Az nincsen betiltva az avarégetés? Nem, a környezetvédelmi törvény az lehetőséget ad az önkormányzatoknak, hogy az avarégetésre rendeletet alkossanak, és a környezeti tanácsadó irodák hálózata az végzett most egy felmérést, aminek én voltam az egyik koordinátora, és felmértük 200 település avarégetési rendeletét, és nagyon érdekes, főleg Pest megye, meg még néhány Komárom-Esztergom megye, és 14 településen tilos az avarégetés, és körülbelül a fele, az kifejezetten beszéltünk velük telefonon, azért tiltották be, mert ők a légszennyezéstől meg szeretnék óvni a lakosaikat. És hát az avarégetés egy teljesen felesleges tevékenység, hiszen mindent lehet komposztálni, amit egyébként az avarégetéskor elégetünk. Hát egyrészt az, hogy felesleges, másrészt pedig a légszennyezéshez óriási mértékben járul hozzá. Azt hiszem, hogy a legnagyobb ez százalékban. Tehát a fajlagos légszennyezés az avarégetésnek rosszabb, mintha mondjuk kályhában fát tüzelek. Tehát, hogy mondjuk, ha 10 kg fához hasonlítom 10 kg avarnak a légszennyezését, akkor sokszorosa.
Igen, meg ami tényleg elképesztő, hogy azt gondolnánk, hogy a nagyvárosban rosszabb a levegő, holott lehet, hogy egy vidéki kisfaluban, egy hegyvidéki faluban, mondjuk rosszabb a levegő, mint mondjuk Budapesten. Hát pontosan ezt mutatták. Mert az autók már nem annyira légszennyezők. Végeztünk méréseket, az ultrafinom részecskéket mértük különféle helyszíneken, és például a Bükk hegyei között Répás után, ami egy magasan fekvő település, ott este, amikor befűtenek az emberek a kályhába, akkor körülbelül kétszer szennyezettebb a levegő, mint általában Budapesten. Elképesztő, nem is gondoltam volna. Hogyan lehet ezen ön szerint változtatni? Hát nagyon sok intézkedést kellene hozni. Ugye tisztába kéne tenni ezt az illegális hulladékégetés témakört. Itt elsősorban egy egyértelmű eljárásrendre van szüksége a hatóságoknak, mert az a tapasztalatunk, hogy ahány járási hivatal annyiféleképpen járnak el. Megkérdeztük a megyei kormányhivatalokat, hogy ki mit gondol róla, és egy csomó választ kaptunk, és mindegyik másképp oldja meg ezeket az ügyeket, tehát nagyon fontos lenne a kormányzat részéről, hogy egy egyértelmű eljárás. Tehát akkor ez rendelet kérdése, nem a lakosságot kellene. Van. Tehát ez a hulladékégetés, szemléletformálás, mind a szemétégetés terén, mind pedig, hogy hogyan fűtsünk helyesen. Szerencsére a kormánynak van ez a Fűts okosan kampánya, ez valamit reméljük segít. Az épületeket, amivel körülbelül felére lehetne a fűtési légszennyezést csökkenteni, ha Magyarországon minden háztartást lehőszigetelnénk korszerűen, mint Nyugat-Európában, és ezzel körülbelül felezni lehetne ezt. Melyik a légszennyezést. Melyik minisztérium alá tartozik a környezetvédelem? A földművelésügyi tárca. És ott akkor nincsen egy egységes rendelet ezzel kapcsolatban? A rendelet egységes, tehát van egy kormányrendelet a levegőtisztaságvédelemről, viszont az, hogy hogyan folytatják le az eljárást, mert ugye a közigazgatási eljárásról szóló törvény is szabályozza a levegőtisztaságvédelmi kormányrendet. Tehát igazából maga az, hogy hogyan folytatom le az eljárást, milyen eszközöket veszek igénybe az eljárásnak a lefolytatása során, az nem egységes. Értem. Hát meg gyakorlatilag a lebuktatás most jelen pillanatban csak úgy működik, hogy van mondjuk egy rossz indulatú szomszéd, aki most legyünk őszintén, aki betelefonál és azt mondja, hogy szerintem a Józsi az. Igen, viszont téged, tudjuk, nem? Hogy szankcionálni lehet ezt az egészet, hogyha valaki illegális hulladékot, nem, tehát ilyen hulladékot, ilyen szemetet éget, és ez büntethető. Akkor... Mekkora a büntetési tétel? Hogyha kályhában égeti valaki, akkor 75-től 300 ezer forintig terjed. Ez komoly pénz. Így van, komoly pénz. Plusz, hogyha még kirendelnek egy szakértőt, akkor az még olyan 2-3-400 ezer forintos összeg rájön. Tehát, és adók módjára behajtható. Igen, de jelen pillanatban még csak lakossági bejelentés alapján tudják ezeket tetten élni, nem? Gyakorlatilag lehetetlen. Ez így van. Igazából mi nem szeretnénk azt, hogyha bírságolni kéne a lakosságot, hanem meg kell nekik tanítani, hogy ez egy életveszélyes tevékenység, de nem kevésbé veszélyes, mint hogyha kiállok az utcára és elkezdek vaktába lövöldözni egy puskával. Lehet, hogy nem talál el senkit, de lehet, hogy aztán tényleg valakit véletlen fejbe lövök, és mert véletlen eltalálja. Tehát ez pont ugyanolyan a szemétégetésnek a légszennyezése, és hát aztán mindenféle betegséget okoz. Nem az a jó indulatú szomszédok feljelentései alapján. Igen, hogy ne ezen múljon. Igen. A tudatlanságnak a szerepe az nagyon, nagyon meghatározó ebben. Köszönjük szépen, köszönjük a beszélgetést. Szívesen.